A nagy tisztelettel köszöntök mindenkit, tisztelt képviselőtestület, tisztelt vendégeink, tisztelt rétsági választópolgárok, de azt is mondhatnám, hogy kedves barátaim, elérkezett a ünnepélyes pillanata, az újonnan megalakulandó rétsági képviselőtestület eskütételének. Előjáróban szeretettel gratulálok a választásokon nyertes önkormányzati képviselőknek, akik mandátumot nyertek, jó munkát, jó egészséget és jó együttműködést kívánok valamennyiünknek együtt. Nagy szeretettel köszönöm és tisztelettel köszönöm a rétsági választópolgároknak, és ehhez ők kellettek, hogy túléltük ezt a választást. Hát ezért senki nem sérült meg, biztos voltak nehéz pillanatok, de ez egy ilyen program. Azt is mondhatnám szomorúan, hogy ez kötelező eleme, de azért hadd szögezzem azt is le, hogy nem kerültünk a médiának a égen keresztüzébe, így van, nem csaptuk ki az inger küszöböt, és gyakorlatilag olyan az egész lakosságot ingerlő esemény nem történt. Hát az összes többi, amint mondottam, kötelező melléklete, lehet, hogy ennek így kell lennie, azt meg ki fogjuk heverni. Van még kötelességem, megköszönjem a választások alkalmával egyébként sokat dolgozó szürke eminenciásoknak a műsorát. Élén a helyi választási iroda dolgozóival, akik nincsenek itt közöttünk, így hát a hátuk mögött köszönöm meg a munkájukat. Ők a hivatal dolgozói egyébként. A szavazatszámláló bizottságok munkáját, ebbe beleértve a dolgozóknak, illetve a delegáltaknak a munkáját, akik hősiesen, mint egy 24 órát voltak egyébként talpon ebben a munkában, és semmilyen probléma nem merült föl, tudtammal azóta sem, tényleg köszönet illeti a munkájukat, és hát nem utolsó sorban a helyi választási bizottság munkáját tisztelettel köszönöm, megkülönböztetett tisztelettel köszönöm jegyzőasszonynak, pontosabban a helyi választási bizottság elnökének a munkáját, és itt ragadnám meg az alkalmat, tegnap, ez a személyes alkalom egyébként, de örülök, hogy erre többen is itt vagyunk, tegnap jegyzőasszony Kapeska Ferencné igen kerek születésnapi évfordulót ünnepelhetett. Ezt nem fogom megmondani, hogy hanyad, ha bevinc, 30. Hadd fejezem be a mondatot, ezt nem mondom meg, mert államtitok. Tehát zárt ülés keretében tudunk erről tájékoztatást nyújtani, de azért, hogy készültem. Csak áttetszett külni a másik oldalra. Jó egészséget kívánok! Nem baj, jó van ez. Jó, hát ez tegnap meg... Az, hogy mit kellett volna, azt majd én el fogom dönteni. Jól van ez így, mert hát nem tudunk egyébként találkozni, tehát nem itt akartam megoldani a protokoll programokat. Tisztelt képviselőtestület, akkor a este további munkájára hitelesítőnek fölkérném Bakó Mónika képviselőhölgyet, illetve Jávorka János képviselő urat, hogy legyenek segítségünkre majd a jegyzőkönyv hitelesítésénél. Megállapítom, hogy 7 jelenlévő képviselővel határozatképesek vagyunk. És aki egyetért a hitelesítők személyével, azt kérem szépen, hogy most szavazzon, és akkor most leülök közétek. Megállapítom, hogy 7 egyöntetű igennel azt megszavazták, és akkor nézzük a napirendi pont javaslatot. A következőt javaslom. Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választás eredményeiről. Másodikként önkormányzati képviselők eskütétele, harmadik polgármester eskütétele, negyedik polgármesteri program ismertetése, ötödik polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása, hatodik tájékoztató vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségekről, összeférhetetlenségi nyilatkozatról és a méltatlanságról. Más javaslat, amennyiben nincs. Aki ezekkel a napirendi pontokkal egyetért, azt kérem szépen most szavazom. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy 7 egyöntetű igennel elfogadták a napirendi javaslatot, és akkor első napirendi pontunkra rátérve megkérem a helyi választási bizottság elnökét, hogy adjon tájékoztatást. Parancsoljon. Tisztelettel köszöntöm először is az alapulőrülésen megjelent képviselőket, polgármester urat és a rétsági választókat. A helyi választási bizottság nevében szeretnék egy rövid tájékoztatást adni a választás eredményéről és mikéntjéről. Az október 13-a önkormányzati képviselő és polgármester választáson Récsák városban
A 2271 választó jogosult 60,33%-a 1300 fő vett részt. A részvételi arány jelentősen meghaladta a 48,58%-os országos átlagot, illetve 1,13%-kal magasabb volt a 2014 évi 59,2%-os részvételi aránytól. A polgármester választáson kettő jelölt indult, a két szavazókor urnáiban választóként megjelentek számától egyel kevesebb 1369 szavazólap volt, melyből 26 darab volt érvénytelen. Az önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2000 évi 50-es törvény 12 paragrafus kétbekezdése alapján polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta. Polgármester jelöltek közül a legtöbb szavazatot Mezőfi Zoltán független jelölt kapta, akit 722 szavazattal, az érvényes szavazatok 53,76%-ával a város polgármesterének megválasztottak. A polgármester választás tehát érvényes és eredményes volt. Az választás eredményét megállapító HVB határozat ellen jogorvoslatot nem nyújtottak be, így az október 16-án jogerőre emelkedett. Önkormányzati egyéni listás képviselő választáson 22 jelölt volt, 17 jelölt függetlenként, 5 jelölt Fidesz-KDNP és 1 jelölt a Jobbik támogatásával indult. Az urnákban a választóként megjelentek számától ebben az esetben is egyel kevesebb szavazólap volt. 1369 szavazólapból 10 darab volt érvénytelen. 1359 érvényes szavazólapon összesen 7575 szavazat volt. Az egy szavazólapra jutó szavazatok száma 5,6, tehát a választáson megjelentek közül többen nem 6, hanem attól kevesebb képviselőre szavaztak. Az önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2000 évi 50-es törvény 15 paragrafus egybekezdés alapján az egyéni listán képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták. A választáson érvényesen szavazók Bakó Mónika, Fidesz-KDNP képviselőjelöltet 692, Jávorka János független képviselőjelöltet 651, Hegedűs Ferenc Fidesz-KDNP jelöltet 633, Varga Dávid Géza Fidesz-KDNP jelöltet 556, Bencsok Péter Fidesz-KDNP jelöltet 522, Dr. Szájbéli Ernő független jelöltet 54 szavazattal önkormányzati képviselőnek megválasztották. Az egyéni listás képviselő választás eredményét megállapító HVB határozat ellen fellebezést nem nyújtottak be, így az október 17-én jogerőre emelkedett. Polgármester úrnak és az önkormányzati képviselőknek a magam és a helyi választási bizottság nevében is gratulálok és eredményes munkát kívánok. Kérem, hogy a választói akaratot tiszteletben tartva, egymással is együttműködve, a város fejlődése érdekében, a récsági lakosok érdekeit szem előtt tartva végezzék felelősségteljes munkáit. Köszönöm. Köszönjük szépen. Második és akkor folytathatnál is, köszönöm szépen. Ér tulajdonképpen az elsővel. Képviselők. Mert felkérem a képviselőket, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi 189-es törvény 28 paragrafus 2 bekezdésében előírt esküt a képviselő testület előtt tegyék le. Az év után mindenki a saját nevét mondja, és az eskü végén az Isten engem úgy segíljen, azt mindenki meggyőződése szerint. Én Mezőfi Zoltán. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. Képviselői tisztségemből eredő feladataimat
Récsák város fejlődésének előmozdítása érdekében. Récsák város fejlődésének előmozdítása érdekében. Lelkiismeretesen teljesítem. Lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem segítsen. Köszönöm szépen. Szeretném az esküvőokmányokat aláírásra átadni, illetőleg a megbízó leveleket a megválasztott képviselőknek. Tehát én képviselő csak nem írok alá? Nincs, az ugyanilyen képviselő is jó. Jó. Azt a iratot nagyon adják. Az esküvőokmánya a munkaügyi irat része lesz. Én mondjam magam? Nem, én szerintem kérlek. Akkor megkérlek. Ott már olyan, nem tilos. Kérjem a polgármester urat, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi 189-es törvény 63 paragrafusában előírt esküt a képviselő testület előtt tegye le. Én, Mezőfi Zoltán, becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. Jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. Polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat. Polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat. Récsák város fejlődésének előmozdítása érdekében. Récsák város fejlődésének előmozdítása érdekében. Lelkiismeretesen teljesítem. Lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem. Isten engem úgy segéljen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Aláírhatom, vagy majd a végén? Aláírhatod, szíves, alá is. Kamera előtt küldde le. Jó. Tisztelt vendégek, tisztelt képviselőtestület, és akkor rátérnék a következő napirendi pontunkra, ami egyébként megtiszteltetés számomra, ez pedig a polgármesteri programnak a rövid ismertetése. Előjáróban szeretném azt a jó hírt közölni, hogy nem kívánok kampánybeszédet tartani a mai este folyamán. Együtt megéltük azt a hát körülbelül másfél hónapnyi időszakot, amit mondjuk kampánynak nevezünk,
vagy két hete azt találtam mondani, hogy azt én egy közös utazásnak tartottam, aminek talán nem is a megérkezés volt a lényege, hanem maga az utazás, tehát ott voltak a tanulságok, de ez az időszak lezárult, és azt kell, hogy mondjam összefoglalva, hogy mögöttünk egy választás, és előttünk a munka, és hát vannak tanulságok, és vannak jó tanulságok is. Nekem, ezt már mondtam, vagy két héttel ezelőtt, az egyik legfontosabb tanulság az volt, hogy mindvégig ott úszott velünk a kampányban, ez a úgynevezett fiatalítás című gondolat, szerintem ez erről mindenki hallott ebben az időszakban. Én majd erre vissza fogok még kanyarodni a következő néhány percben, mert ezzel lesz szerintem házi feladatunk. Tehát ami ennyiszer elhangzik, és úgy tűnik, hogy azért ez valós, ezzel foglalkoznunk kell, én ezt házi feladatnak tekintem, és erre vonatkozóan majd a következő időszakban lesz is javaslatom, hogy majd 5 év múlva ne szaladjunk bele még egy olyan kampányba, ahol nem tudunk kezelni esetleg olyan eseményeket, amit illendő volna kezelnünk. És hát van még egy további jó hírem, szeretettel köszöntöm körünkben Bakó Mónika képviselőtársunkat, ugyanis 9 év után újra van női képviselőtársunk, képviselő testület tagja. Azt kell, hogy mondjam, hogy a nőknek az empátiája, a beleőrző képessége az teljesen más, én erre számítok a munkában, teljesen másként tudnak ráérezni bizonyos problémákra, feladatokra. Azt kell, hogy mondjam, hogy jelentős elvárás feszül Mónika munkájához, legalábbis én azt vettem észre az elmúlt néhány napban. És ami a női empátiát, meg a munkaképességet, vagy szorgalmat illeti, hát, vagy nem tudom, vagy 16 évvel ezelőtt, amikor felavattuk 15 éve, 13 éve a munkaügyi központot, volt itt egy munkaügyi miniszter, és őtőle tanultam azt a jó mondatot, hogyha, és ez a női munkavégzése vonatkozik, az ünnepi beszédeiben megmaradt bennem, hogy ha azt akarod, hogy kitaláljanak valamit, akkor keress egy férfit, és ha azt akarod, hogy azt meg is valósítsák, akkor meg keress hozzá egy nőt. Hát ez a példamondat, ez nem arról szólt, hogy a férfiak a munka hősei, de azért nem sértődtünk meg, kedves férfitársaim. Egy gondolatra visszakanyarodva a fiatalokra, és nem feledve az idősebb generációkat is, hiszen nem csak egy generáció él egy településen, hanem 3-4-5 is. A következő időszakban, amennyiben a lehetőségek engedik, én a legszélesebb nyilvánosság bevonásával szeretnék dolgozni. Erre vonatkozóan is majd lesz javaslatom, itt a bizottsági struktúra kapcsán, amit majd természetesen mi hamarabb megosztok képviselőtársaimmal együtt, és aztán majd a képviselőtestület fogja ezt eldönteni. Azért több bizottsággal, mert itt sokkal több külsős bizottsági tagot lehet egyébként behozni, és itt például lehetne kezelni a generációkat is, hiszen még egyszer mondom, augusztus 20-án tudtuk meg, hogy a 22 képviselőből, jelöltből hirtelenjében előkerült, hogy 10-12, akit ugye korábban nem láttunk. Ez persze természetesen nem tilos, de én kötelességemnek tartom, hogy a következő 5 évben ezt kezeljük, és keressük meg azokat a fórumokat, ahol ezek a fiatal emberek, akik tényleg komolyan gondolják a közéleti tevékenységüket, kapjanak lehetőséget arra, hogy ott legyenek, akár tanácskozási joggal mondjuk egy bizottságban, akár külsős tagként, akár egy külsős bizottság, egy másik bizottságban, ezt majd megbeszéljük természetesen, de ne az történjen, hogy tehát nem a kampányban kell megváltani a világot, hanem egyébként a kampány előtt vagy kampány után a szürke hétköznapokban. Én egyébként örülnék ennek a házi feladat végrehajtásnak, mert akkor tudnánk megmutatni, hogy egyébként van itt olyan is, hogy előterjesztést kell írni, meg azt el is kell olvasni. Tehát ezt is meg kell velük majd tanítanunk. Szeretettel várjuk őket. Ha egy picikét is tetszettek figyelni az elmúlt időszakot, illetve hát a néhány kampány mondatomat, illetve a programomat, ami természetesen nem szentírás, ezt többször hangsúlyoztam, ez egy munkaanyag. Ismerem a képviselőjelölteknek a különböző programpontjait, semmilyen kivetnivalót nem találtam azokban a kampány folyamán. Én azt gondolom, hogy a probléma csoportokat körülbelül mindenki ugyanott látja. Én annak a programnak a végrehajtásához természetesen fogok szövetségeseket keresni,
és hát nyitott vagyok olyan programpontok megvalósításában, amiket én egyébként vélhetően, mert találtam ilyet, hát minden nem fér föl egyszerre természetesen egy A4-es papírosra, mert láttam egy-két olyan dolgot, amit én ugyan kifelejtettem, ugyanakkor nagyszerű gondolat. És a másik probléma, a csoport, amire szeretném ráirányítani majd a későbbiekben a figyelmet, ez a úgynevezett lakosságot irritáló problémáknak a megoldása, majd mindjárt mondok egy-két példát is rá. És még egy kulcsmondatot szeretnék hangsúlyozni, hogy mint egy a zsebükbe tenni majd hazafelé menet, hogy olyan problémákat szeretnék egyébként feltárni, hangsúlyozni és megoldani, ami nem egyes emberek személyes problémájának a megoldása, kiscsoportos problémák megoldása, hanem a lehető legszélesebb társadalmi csoportok problémáját öleli fel, ami mindenki számára fontos. Ezt már többször hangsúlyoztam, hogy ilyen például az egészség. Mert az mindenki számára fontos, az egészség fontos annak, akinek van egészsége, és az egészség fontos annak, talán még fontosabb, akinek nincs egészsége. Én a legközelebbi, viszonylag emberi belátható időn belül látok magam előtt egy MR központnak a létrehozását, de ezt majd természetesen most nem belemenve itt a részletekbe, képviselő társaimmal hosszasan megvitatva fogjuk előterjesztésben a képviselő testület elé tárni. Természetesen mondhatnék olyan fontos, irritáló pontokat, mint például a sportkombinátnak a mi hamarabbi megmentése, mert ez mindenkinél előjött, de ha nem jött volna elő, akkor ide kimegyünk az utcára, és akkor elő fog jönni, mert ezt el fogják mondani. Valamelyik nap, mert úgy nem tudunk kimenni a sportkombinátból, hogy ott valaki ne sportolna, jó esetben kvad nélkül, mondjuk csak a futópályán. Minap egy 70 éves házas pár rétságiak, nem tudtam, hogy aktív sportolók, mondták, hogy akkor mikor csinálunk futópályát a sportkombiban, mert ők jönnének társadalmi munkára. Tehát most ezzel nem merülnék el természetesen a apró részletekbe, de fontos. És ha már fiatalítunk címszó alatt, én azt gondolom, hogy nincsen város középfokú oktatás nélkül. Erre már tettem célzásokat, tettem előzetes megbeszéléseket. A középiskola visszahozatalára vonatkozóan természetesen az ipari park üzemeinek különböző igényeire alapozva. Hangsúlyozom, hogy nem a levegőbe mondom ezeket, hanem már körbejártam. Tehát amiket én leírtam, meg amiről beszélek, azt mind körbejártam, és mindegyiknek van valós alapjuk. Egyébként ezek mind-mind akkora falatok, hogy egyszerű legyek, hogy egy egész cikluson belül is el lehet velünk dolgozni. Tehát nem gondolom, hogy ez a probléma halmaz mondjuk egy-két éven belül meg tud valósulni, a legnagyobb együttműködéssel sem. És ha már fiatalítani kell, hogy ezt a gondolatot fokozzam, messze híve vagyok annak, amit már korábban elkezdtünk a korábbi képviselők együttműködésével, hiszen ahhoz, hogy a fiatalok itt mondjuk otthonhoz jussanak, ahhoz mondjuk, hogy a építési telket kell biztosítani, ti tudjátok a legjobban, ez már megkezdődött, ennek a alapjainak a lerakása. Ezt gondolom lesz egyetértés abban, hogy ezt folytassuk, de egyébként láttam itt olyan lakáskialakítást is, ami ugye nem családi házas lakáskialakítás. Mondjuk a laktanya területén ezt például tudom támogatni jó szívvel a későbbiekben. És amit fontosnak tartok, két olyan dolog, nagyon sajnálom, hogy a kampányzáró gyűléseken, amiből ugye jelesül kettő volt, egymás után, ott mindenkinek megadatotta le, ez az egyik élmény egyébként, hogy hozzá lehetett szólni a programokhoz. De általában ennek ez lenne a módja. Ott a programpontokhoz, akár Varga Dávid képviselőtársának, különösebb hozzászólás nem hangzott el, pedig én úgy jó szívvel vártam, sőt félre vártam, hogy meg fogja valaki kérdezni tőlem, hogy figyelj, mert Mezőfi Zoli, itt van például a fiatalok letelepedési támogatása, amit beleírtam akkori programba, az mégis hogy gondolod? Vagy pedig a úgynevezett nagyon alacsony nyugdíjból élőknek a biztonságos, minimális megélhetési támogatása, mert ezekre van mind a kettőre modell. Átnéztük korábbi időszakokban, letelepedési támogatás
ismeri az önkormányzati törvény, ismerik a rendeletek. Nagyon sokfajta módja van forgalomban, ezt ma apró részleteket nem fejteném ki, hiszen itt számolni kell a 100 000 forinttól az 1 millió forintos letelepedési támogatásokig. Hát nyilvánvalóan ez települése válogatja. Itt mindig ilyenkor Szászhalombatta, Budaörs, Tiszaújváros, tehát ugye a gazdag települések szoktak ezekben élen járni. Szeretném hangsúlyozni, hogy ezzel nem lehet a világot megváltani. Tehát akár egy 1 millió forintos támogatás nem oldja meg azt, hogy a Takarék utcai lakótelepen 16 millió forintba kerül egy használt lakás. Ez nem fog menni. Viszont ha 1 millió forinthoz hozzá tudjuk juttatni, ott mondjuk a csok csatlakoztatás itt a korábbi időben az szívügye volt néhány képviselőtársamnak, ami nem életidegen, azzal a csokban az ön részét tudjuk az 1 millió forintját jóval nagyobbra emelni. Vélhetően, nagy reményeim szerint, és hát a nyugdíjas megélhetési minimum támogatást Zuglóban találták föl, nem dicsérve ezzel távol létében Karácsony Gergely akkori zuglói polgármestert, és ez egy fenntartható modellt tártak ott fel. Egyébként ezzel nem dicsekedtek érdekes módon, pedig hát lehetett volna mivel eldicsekedni. Nyilvánvalóan nem egyfajta modell van, és nem kell egyből lemásolni mindent, tehát kell nézni, helyre kell szabni, de nem biztos, hogy nekünk kell feltalálni a spanyol viaszt. Azért emlékezzetek arra, tisztelt képviselők, tisztelt jelenlévő vendégek, hogy Rétságon rengeteg olyan példaértékű fejlesztés történt mondjuk az elmúlt 20-30 évben, beleértve az ipari parkot, vagy legyetek büszkék arra például, hogy elsők között vezettük be a kislányoknak a HPV védőoltást, vagy tudtunk csinálni rehabilitációs üzemetet, azért ezek olyan országosan nem túl gyakori fejlesztések vagy támogatások, amit hála Istennek Rétságváros önkormányzata megengedhetett meg magának. Tehát ezeket a modelleket, illetve rendelettervezeteket természetesen ide fogom tárni a képviselőtestület elé. Természetesen lehet hozzátenni, és természetesen lehet módosításokat eszközölni majd, hogyha odaérkezünk. Itt számolnunk kell egyébként együtt, majd megnézzük. És hát ami a legfontosabb, azt gondolom, hogy a mindenfajta képviselőtestületi és polgármesteri programnál jóval többet ér a személyes gondoskodás, vagy a személyes odafigyelés, vagy egy jó szó. Ma Magyarországon, nem csak Magyarországon, beleértve Rétságon is, az emberek többségének a saját problémája a legfontosabb probléma, ez egyébként teljesen érthető. Az önkormányzat munkáját pedig úgy fogja megítélni, hogy az ő szükebb környezetében mit tapasztal. Van-e a ház előtt kátyú, kitakarították-e az árkot, levágták-e a füvet, vagy azokon az útvonalakon, ahol ő jár, például a boltba vagy az orvosi rendelőbe, milyen állapotok vannak. Tetszik, nem tetszik, többségében ez szokott lenni az önkormányzat munkájának, a megítélésének az egyik sarkpontja, még akkor is, ha ez a megválasztott képviselőknek olyan nem, nagyon nem mindig szokott tetszeni. Van egy kitűnő, nagyon okos barátom, ő mondta itt a kampány időszakban, hogy Rétság, nem Rétság egyébként, egy Rétság kisváros, nagy lehetőségekkel. Én ezeket a lehetőségeket szeretném megragadni tisztelt képviselőtársaimmal együtt, szerintem ebben biztos partnerek leszünk. Ezeknek a lehetőségeknek a megragadásához keresek szövetségeseket, nem csak a képviselőtestületben, hanem Rétságváros lakói között is. A munkámat nem elsősorban a polgármesteri dolgozószoba elefántcsont tornyában szeretném végezni, ennek eddig sem voltam nagyon a híve. Meg lehet találni utcán, boltban, az igazi problémák egyébként meg ott árulnak föl az ember előtt. Ehhez a munkához kérem a támogatásukat, ehhez kérek, vagy keresek szövetségeseket, és ehhez a közös munkához kívánok magunknak jó egészséget, együttműködést, és önöknek is, kedves rétsági polgárok. Köszönöm szépen a megtisztelő türelmeteket, türelmüket. Köszönöm. Igen, következő napi rendi pont. Ez egyébként nehezebb, mint az országgyűlés ülését vezetni, mert ott külön vezetik az ülést, és külön mondják meg, hogy mit kell csinálni.
Következő napi rendi pontunk, polgármester illetményének és költségtérítésének a megállapítása. Ezt nem beszéltük meg ennek a formáját, hiszen nincsen pénzügyi bizottságunk, hogy akkor egyszerűen annyit tudok tenni, hogy felolvasom a határozati javaslatot, ami itt erről azt kell tudnunk egészen pontosan, bár erről már beszélgettünk, de nem árt, hogyha a jelenlévő lakók is ezt tudják, hogy a polgármester illetményét és költségtérítését azt a önkormányzati törvény állapítja meg, és akkor mondanám is, Récsáváros önkormányzat képviselő testülete megtárgyalta a polgármester illetményének költségtérítésének megállapításáról készített előterjesztést. Képviselő testület Mezőfi Zoltán polgármester havi illetményét Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011/189-es törvény, továbbiabban MÖTV 71. paragrafusa alapján 548.500 forintban költségtérítését 82.300 forintban állapítja meg. Az illetmény számfejtése érdekében a Magyar Államkincstár Nógrád megyei területi igazgatósága felé a megválasztást követő 3 napon belül intézkedni kell, határidő szöveg szerint felelős jegyző. Aki ezzel a javaslattal egyetért, ezt kérem szépen most szavazzam. Megállapítom, hogy 7 egyöntetű igennel azt elfogadták. Köszönöm szépen. És akkor következő 6. napirendi pontunk, tájékoztató vagyonnyilatkozattételi kötelezettségről, összeférhetetlen szükségi nyilatkozatról és a méltatlanságról, és akkor megadom a szót, fordulj el, parancsolj. Köszönöm szépen, tisztelt képviselőtestület. Megpróbálom röviden összefoglalni a lényeget ezekkel a kötelezettségekkel kapcsolatban. Egy részletes tájékoztatót mindenki részére ki fogunk adni. A vagyonnyilatkozattételi kötelezettségről tudni kell, hogy régi és új képviselőknek egyaránt ismételten be kell adni, hiszen az előző ciklus október 13-án lezárult, és azon a napon kezdődött az új ciklus. Legközelebb, és 2020 évtől minden év január 31-ig kell vagyonnyilatkozatot benyújtani. A vagyonnyilatkozatokat majd az SMS-ben kijelölt bizottság fogja kezelni. Vagyonnyilatkozatot kell benyújtani a képviselőnek és a vele közös háztartásban élő személyeknek. Az a kérésünk, hogy külön-külön legyen lezárva a vagyonnyilatkozat, és a boríték lezárásán kérjük szépen az aláírást, hogy a sérthetetlenséget tudjuk bizonyítani. A Nógrád megyei kormányhivatal ebben a ciklusban is az eskütételt követő 3 hónapon belül oktatást, képzést tart valamennyi képviselő részére. Ezen a képzésen minden képviselő köteles megjelenni. A köztartozásmentes adatbázisban már a régi képviselők regisztráltak, az a regisztráció él. Az új képviselőkkel megbeszéltük, hogy ezt nagyon gyorsan el kell indítani. 30 napon belül meg kell, hogy legyen ez a regisztráció. Fogjuk kérni az ebben elfogadó nyugtát, hogy megkértétek. Ha esetleg olyan előfordul a ciklus közben, hogy törlődik a képviselő a köztartozásmentes adatbázisból, akkor 60 nap áll rendelkezésre, hogy rendezze a bevallás elmaradást vagy pár forint tartozást, és újra kell regisztrálni. Az összeférhetetlenség tekintetében én úgy gondolom, hogy a képviselőtestület tagjait nem érinti, senki nem országgyűlési képviselő, jegyző, illetékességi területen működő, központi szerv alkalmazottja, médiatartalom sem érint senkit. A méltatlanságra szeretném még felhívni a figyelmet. Amennyiben a képviselőnek köztartozása van, és nem rendezi a megadott határidőn belül, akkor méltatlansági eljárást kell a testületnek lefolytatni, és ki kell mondani a méltatlanságot, ezzel megszűnik a képviselő mandátuma. Tehát erre érdemes odafigyelni. Ilyen bűncselekmény, jogerős szabadságvesztés, ez úgy gondolom, hogy senkit nem fenyeget. És a BTK egyéb rendelkezései sem. Tehát nagyon röviden ezek a sarkalatos pontok, de a részletes tájékoztatót kiadjuk. Köszönöm szépen. Vagyonnyilatkozathoz hoztunk nyomtatványt, illetve aki elektronikusan kéri. Pici változás van, Dávid, tudod, mondtad, hogy egy pici változás van.
nagyon szívesen kiküldjük elektronikusan is, és akkor lehet tárolni, és januárban újra hasznosítani. Köszönöm. Köszönjük szépen a részletes tájékoztatást. Tisztelt képviselőtestület, további napi rendi pontunk nincs. Köszönöm szépen mindenkinek a megjelenését. Köszönöm a rétsági választópolgárok megtisztelő érdeklődését. Mai este ülését bezárom. Köszönöm szépen.